húsvéti időszakot a 40 napos nagybőlt, a húsvéti három nap és a pünkösd vasárnapig tartó 50 nap alkotja. A húsvét vasárnap utáni 8 napot a Jézussal való találkozás ünnepének tartják a keresztjének. Milyen módon értelmezzük Jézus életét? Különösen húsvét környékén nehéz a dolgot egyértelműen megragadni, hiszen már a húsvéti evangéliumokban több szála is fut a Jézus feltámadásáról szóló híreknek. A nézőknek hadd adjak egy kis feladatot. A Máté evangéliumának a 28. részét, ha előveszik, és annak a második felét végigolvassák, akkor arról fognak tudósítást kapni, hogy egyrészt a főpapoknak mennek jelenteni a katonák, akik őrizték a sírt, hogy Jézus feltámadt, hogy megjelentek ott az asszonyok, és a főpapok a írások szerint megpróbálják az eredeti koncepcióhoz tartani magukat, és megfizetni a katonákat, hogy azt híreszteljék el, és azt a hírt terjesszék el, hogy ellopták a tanítványok Jézus testét. Ennek olyan aranyos mellékzöngéi vannak, hogy nem olyan régen, éppen most húsvét előtt hallom az egyik televízió híradóban, hogy nem találták meg még most se Jézus koponyáját. Kellemesen mosolygok rajta, mert ez ennek a hírnek a visszaköszönése, amit a Biblia így tudósít, hogy az egyik hír szerint ellopták Jézus testét. Van azért egy másik hír is, és erről szól az egyháznak a bizonyságtétele 2000 év óta, amit örömhírnek hívunk, evangéliumnak hívunk, hogy Jézus feltámadt a halálból, és az asszonyok, aztán az első tanítványok voltak ennek tanúi. Újabban az egyházban, akik kutatják az írásokat tényleg nagyon szakszerűen, és szinte szóról szóra, és kifejezésről kifejezésre, azt mondják, hogy nem lehet egy hitetésre felépíteni egy 2000 éves világszervezetet. Ez az egyik nagyon fontos érv, ami mondjuk sokadik áttételes érv amellett, hogy komolyan vegyük a feltámadásról szóló üzeneteket, elismerve azt, hogy természetesen a hogyannyára nem tudunk emberi választ mondani, de azért én párhuzamos modelleket szeretnék néhányat elmondani, ami elgondolkodtat bennünket. Az egyik ilyen párhuzamos modell maga az élet. Az élet keletkezését nem csak egyháziak kutatják, hanem nagyon sokan, és a tudományunk sok mindent megfejtett abból, hogy hogyan és miképpen keletkezhet az élet. Ma beszélnek ugye már a klónozásról is, de arról nem tudnak igazán még számot adni a tudósok sem, hogy az a minőségi fordulat, ahol az anyagok úgy állnak össze, hogy abból értelmes élet fejlődhet ki, az hogyan és miképpen jött létre, illetve hipotézisok vannak a tudományban is arra, hogy hogyan fejlődik ki. Az, hogy élet van a halott anyag birodalmában, az el kell, hogy gondolkoztasson arról, hogy vagy a véletlennek adunk egy óriási esélyt, vagy egy tudatos teremtővel van dolgunk. A másik ilyen számomra nagyon is paralel állapota a Jézusi feltámadással kapcsolatosan az, hogy az ember a megújulását, azt, hogy lélekben is megújulhat, hogy a testi halállal nincs vége mindennek, azt minden kultúrában és minden vallásban szinte megfogalmazta. Erre is mondhatjuk egyik oldalon azt, hogy ezek vágyok, hogy ezek az emberi léleknek a kivetülései és álmai. Ugyanakkor a másik megoldást is végig kell járnunk, és azt hiszem, hogy itt nagyon fontos utakat jár be a hitvilága, hogy az a teremtő, aki a mi állításunk szerint életet tudott teremteni, hogy ne tudna újjáteremteni. Az összes készlete megvan hozzá, az összes hatalma megvan hozzá. Húsvétkor mi úgy gondolom, hogy erre a jó hírre szavazunk, és arra szavazunk, hogy nem az a fajta ügyeskedés kell, hogy győzzön a hír továbbadásában, ami ott a főpapok megoldása a katonákkal, hanem bízzuk rá magunkat az Isten meglepetésszerű kegyelmére. Meglepetések mai napig adatnak, ahogy az előbb mondtam, a tudomány világában is. Még egy pici párhuzamot akkor. Arról sokan hallottak, hogy
a Holdra fölküldött szondákon, amikor visszahozták a Földre egy kameráját az egyik ilyen Hold szondának, akkor az űrhajósok megrökönyödve találták azokat a rákerült baktériumokat, amit egy ember véletlenül lát üsszentett, de kibírták a holdi élettelenség idézőjelbe vett klímáját több évtizeden keresztül. A tudomány jött arra rá, hogy a földrajzi felfedezésekkel olyan határokon járunk, ahol még mindig érhetnek meglepetéseket bennünket, hogy hol is van az életnek és a halálnak a határa. Legnagyobb dilemmánk éppen ebben van, természettudomány és vallás gondolkodóinak. A most elfogadott hollandiai törvényre tessék gondolni eutanázia kérdésére. Meddig szabad és hol szabad elválasztanunk az életet a haláltól? Ugyanígy nagy kérdés, hogy hol kezdődik az élet? Ha ez a hétköznapi életünkben ennyire bonyolult és nehéz ügy, akkor én úgy gondolom, hogy Jézus feltámadása kapcsán is van mind gondolkodnunk, és van mind megtalálni a kinek-kinek a fogódzót. Én amellett vagyok, hogy az életet szolgáló és az életet munkáló Úrnak a pártján szeretnék állni, és úgy gondolom szükségünk van az ő újjászületése nyomán a mi újjászületésünkre, testben, lélekben, reménységben, hitben, szeretetben. Jézus azt mondta, hogy aki követni akar, az vegye fel a saját keresztjét és úgy kövessen. Értelmezhetjük ezt a saját életünkre is? Természetesen, hiszen azt is mondta Jézus, hogy az Urat szeressétek, a fele barátot, ezeket úgy, mint saját magatokat. A magam keresztjei elől nem menekülhetek. Ez az egyik nagy önbecsapás, azt hiszem, a világunknak, hogy hát, ha másut lennék, akkor biztosan jobban mennének a dolgai. Más körülmények, más idők, más emberek vennének körül. Tehát magamat mindenhova oda cipelem. Ez azt kell, hogy jelentse, hogy elsősorban magamat kell legyőznöm valahol, a saját keresztjeimet kell elhordoznom. És ha vállaltam magam keresztjét, akkor számíthatok feltámadásra, új életre. Halál nélkül nincs feltámadás. A húsvét utáni 50 nap is még a húsvéthoz tartozik. Hogy kell ezt felfognunk? Jézus még itt volt 40 napig a húsvét utáni időben, és megmutatta magát nem csak annak a néhány asszonynak és tanítványnak, hanem a nagyobb tanítványi körnek, és mintegy 500 embernek a páli írások szerint. Úgy gondolom, hogy ez az idő arra volt alkalmas, hogy azt a nagypénteki sokkot, amit a halála okozott, és azt az értetlenséget, reménytelenséget, amit a tanítványok átéltek, azt ő oldja. Nem csak híresztelésekkel, hanem önmaga megmutatásával. Valóban szükség volt arra, hogy szétrobbantsa szinte a kereteket arról, hogy csak halálig tart az élet, vagy csak egy nagy vágyálom elumulásáig tervezettek a tanítványok. És igazán úgy gondolom a feltámadása és a feltámadott Jézusnak a megjelenése számított itt arra, hogy ezek a tanítványok akkori időkben óriási feladatokat és tereket győznek le az apostolok lován gyalog is, hogy elvigyék ezt a feltámadásról szóló jó hírt. A misszió kezdetének az ideje ez az idő, mert hiszen az egyház születésnapja az a pünkösd, amikor már több nyelv és több nép kapja meg a Szent Lelket. A tanítványok viszont csak úgy tudnak a pünkösdi lélekkel mit kezdeni, ha felkészülnek erre a misszióra, úgyhogy a feltámadott Jézustól indulnak, és a feltámadott Jézus küldőszavára mozdulnak. Ebben az átmeneti időben úgy gondolom ez történt az első húsvét és pünkösd között. Nekünk is újra át kell gondolni, azt hiszem az egyház évben is ilyenkor a dolgainkat, hogy csináljuk a gyakorlati missziót. Számomra például azt jelenti, hogy a nyárról nem ér véget a hitoktatás, kezdődnek majd a pünkösd utáni nyár kezdeti időszakban a táborok. Fel kell készülnünk arra, hogy a gyerekekkel, ifjúsággal hogyan éljük meg majd ezeket a tábori időket a nyári, talán kicsit csöndesebb egyházi időben. Egyik legszebben beszélő magyar költőnk így fogalmaz a feltámadás élményről, Arany János sírvers. Itt nyugszik Arany János szerkesztő, született 1817. március 2-án, meghalt. Nincs végezve itt még a cikk,
folytatása következik. Én, Uram, légy én szerkesztőm, új folyamban újrakezdőm. Őtet serkent kettén, dicsérd én lelkem, minden erőddel, az nagy Úristent az ő szent nevével, áldjad az Isten mind életedben.